Időjárásadó kivetését tervezi a kormány az elektronikus és az internetes médiumokra, függetlenül attól, hogy adnak-e időjárás jelentést. A reklámbevételek 0,5%-át vonnák el a szolgáltatóktól. A törvény nem csak azt szabná meg, hogy csak az állami meteorológiai szolgálat által hitelesített adatokat használja fel a médium, hanem a kereskedelmi televíziók, országos és helyi rádiók, nyomtatott és online sajtótermékek mindegyikére vonatkozik, függetlenül attól, hogy beszámolt-e az időjárásról. Madár István a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezért nem tűnik túl szimpla ügynek, hogy az is fizessen, aki mondjuk egy szolgáltatást nem vesz igénybe. Ez így nem magályos? Igen, ez egy érdekes kérdés lesz. Ugye egyelőre egy tervezetet látunk ezzel kapcsolatban, amit valószínűleg valamilyen adótörvénynek vagy adószabálynak is követnie kell, ahol majd pontosíthatják még, hogy ki legyen az adóalanya, de egyelőre semmiféle megkötöttség nincsen benne. Az van benne a tervezetben, hogy a média szereplői fogják ezt fizetni. Ebben az esetben inkább adójellegű kivetésről van szó, ahol egy klasszikusan állami feladatot egy jó meghatározott körre terhelnek rá, hogy ő állja ennek a költségeit. Ilyen van másik? Nekem most semmi hasonló eset nem jut eszembe, hogy egy meghatározott kör, mondjuk az autó szerelő köre, vagy körének kell finanszíroznia a, nem tudom, az állami kuplunggyártó céget. Ugye ezeket általában díjaknak hívják az ilyen típusú dolgokat, de többnyire elég jól úgy vannak nevesítve ezek a díjak, hogy valóban az fizesse, aki egyébként az állami szolgáltatásban részesedik, mondjuk egy tandíj esetében például klasszikusan, vagy egy valamilyen orvoslátogatói díjnak lehetne sorolni a különböző ilyen díjakat. Ez abból a szempontból valóban furcsa lenne, hogyha mindenkinek fizetnie kellene a médiában, ráadásul ugye azt is érdemes hozzátenni, hogy nem a média ennek a haszonélvezője, és ennek az információknak a végső felhasználója a lakosság, vagy a gazdasági szervezetek. Ilyen értelemben az, hogy mondjuk ez klasszikusan egy szélesebb körben széttérített adóból legyen finanszírozva, az közgazdasági értelemben is logikusabbnak tűnik. Hát arról nem is beszélve, hogy nem muszáj mindenkinek az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatását és információit igénybe venni. Nagyon sokan nem is teszik ezt, és ennek legfőképpen financiális okai vannak. Az internet világában a számtalan meteor radar találok egy másodperces keresés után az interneten. És akkor, tehát ha használom az OMS adatát, ha nem, akkor is fizessek, de hogyha egyáltalán nem adok időjárás jelentést, vagy egy szlovák meteor adatait adom be, akkor is fizessek az OMS fenntartásáért. Hogy van ez? Igen, ez egy kicsit furcsa, bár azért tegyük hozzá, hogy bizonyos közgazdasági alapja lehet a dolognak, ugye azt mondja az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy sok olyan információt nyújt ő a társadalomnak különböző csatornákon, amelyeket aztán föl tudnak mások használni, és a saját szolgáltatásaikba be tudják építeni. Ugye ezt úgy mondják szépen a közgazdászok, hogy amit a Meteorológiai Szolgálat információként előállít, az közjószág, olyan típusú termékszolgáltatás, aminek a fogyasztásából nem tud senkit igazából kizárni. Tehát az, hogy ezt klasszikusan adóformájában tegye meg, az mindaddig, és ebből finanszírozza a dolgot, az mindaddig helyes, amíg mondjuk ki nem derül, hogy a meteorológiai szolgálaton kívül más is tud hasonló piaci alapú versenyképes hát tevékenységet eladni. Hát vannak is. Én nem vagyok hivatott megállapodni. Azt tudom, hogy nyilván vannak, főleg a lakosság tájékoztatására szolgáló különböző egyéb portálok, akik jó színvonalon látják ezt a feladatot. Én abban nem látok bele közgazdászként, hogy a meteorológiai szolgálat ezen kívül még milyen egyéb háttér munkát végez, ami lehet, nem tudom kizárni, hogy ez esetleg valóban értelmes munka, és olyan, amit más nem végezel, mert nehezebben piacosítható és nehezebben pénzre váltható, de lehet, hogy egyébként a gazdasági értéke ettől függetlenül nagy. Tehát én azt nem mondom, hogy ezt nem adóból kellene végrehajtani, de az biztos, hogy az furcsa, hogy ezt kijelölünk egy bizonyos szervezetet, és akkor vagy egy bizonyos szűk piaci kört, akik ráadásul most éppen nem is a gazdasági virágzásukat élik, és azt mondjuk, hogy akkor ők fizessék ennek a költségeit. Hát és nem is keveset, tehát a reklámbevételnek a 0,5%-a az nem kevés. A reklámbevétel 0,5%-a az ugye egy klasszikus média vállalkozásnál gyakran akár a teljes árbevételnek majdnem a teljes egészét is lefedheti, de legalább a felét lefedi. Ha most azt mondjuk, hogy egy cég mondjuk árbevétel arányosan tud 10%-os profitot termelni, akkor ez egy olyan 2,5 százalék pontos társasági adókulcsemelésnek
se legyen értékű, és akkor még arról nem is beszéltünk, ugye, hogy mondom, nagyon sok cég van, akinek nyilván nem a fele, hanem majdnem az egész az árbevételének egy ilyen típusú reklámbevétel, illetve az, hogy ugye a média cégek közül nagyon sokan tennék keresztbe a kezüket, és boldogok lennének, hogyha 10%-os árbevétel arányos nyereséget tudnának produkálni. Nyilván nagyon sok veszteséges cég van ebben a mostani piaci környezetben, nekik nyilván még nagyobb érvágás egy ilyen típusú adó. Hát és ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy ez már kicsit haj az a füstadóra, az időjárás adó már így megnevezésileg, de hogy akkor még milyen ötlet lehet, nem tudom, az országos főállatorvost, azt adják össze a fizetését, vagy az intézményi fenntartását azok, akik állatot tartanak, vagy tágítsuk a kört azok, akik állatot esznek, vagy hogyan? Igen, az államnak mondjuk az adóbeszedéssel kapcsolatos fantáziája mindig nagyon nagy volt, az ókortól az árnyékszékadón át a Mátyás király füst vagy kapuadójáig, tehát nagyon sok ilyen van, de valóban azért a modern gazdaságban azért próbálkozik általában az adóztató, hogy olyan adórendszert építsen fel, ami versenyképes, ami nem okoz plusz költségeket, többlet adminisztrációs terheket, egyszerű fizetni. Ugye most ehhez képest egy ilyen típusú adó, aminek talán az összköltségvetési bevétele mondjuk fél és 1 milliárd forint között lehet, de egyesével egy-egy cégnek viszont nagyon látványos terhet és adminisztrációs költséget jelent, az nem biztos, hogy az ideális megoldás egy ilyen probléma kezelésére. Plusz az, hogyha akkor is kell fizetni, hogyha az ember nem vesz igénybe a szolgáltatást. Na, van még egy másik gazdasági, közgazdasági témánk a mai napra, ami hát majdnem, hogy bombaként robbant, hogy Rogán Antal azért tárgyalt az oroszokkal, hogy a mi valuta tartalékunkat konvertáljuk át a rubelbe. Hát kezdődött ott a hírnek az értelmezés, hogy a Rogán Antal miért? Miért nem a miniszterelnök, vagy miért nem a friss jegybank elnök, vagy a friss gazdasági miniszter? Na de ezt most mi ketten nem fogjuk kitalálni. Maga a deviza tartalék átváltása a rubelbe, az milyen ötletnek tűnik? Hát furcsának. Ugye egyelőre nagyon ilyen, tulajdonképpen egy orosz pártlapnak a honlapján szereplő információ volt szó. De a Fidesz azt mondta, igaz. Így van, tehát, de ettől még nem tudunk belőle többet sajnos. Ugye nagyon furcsa, tehát a devizatartalék az ugye alapvetően valamilyen módon euró átfolyam kockázatot tükröz. Ugye valahogy úgy lehet nekünk devizatartalékunk, hogyha valahol valamilyen módon devizaforráshoz jutunk. Ennek a tipikus módja az utóbbi időben az mondjuk valamilyen adósság, vagy valamilyen eladósodás volt, mondjuk az IMF hitel, vagy egyéb típusú hitel. Ezek nyilván pont azért, mert az állam adósság kezelése az olyan, minden végül olyan pénzügyi műveletek kellett fedezve, hogy euróban legyen kifejezve az árfolyam kockázatra, és a devizatartalék nagy része az végül a nap végén valahol az államháztartás egészében szinte kizárólag euró kockázatot jelent. Hogy de ez nem véletlen, tehát azért vannak az országoknál viszonylag szűk körben meghatározott valuta nemben a tartalékok, mert hogyha mozdítani kell, hogyha azt pénzzé kell tenni saját valutái, akkor az eladható le. Ezt nevezzük likviditásnak. Tehát azért euró, azért dollár, vagy svájci frank, mert hogyha kell, azt akkor piacra lehet dobni. De rubelt? Kétségkívül ugye nem a klasszikus világpénz, a nagy dollár, vagy az euró, vagy a jen akár, azok sokkal inkább ilyen szempontból könnyebben pénzre válthatók, és mondom, hogyha eddig sem volt az a törekvés, különböző eszközökkel lehetne, hogy mi rubelben legyünk kitettek a világ devizamozgásainak, akkor most nem tudom, hogy mitől lett ez hirtelen ilyen. Ráadásul az is nagyon furcsa lenne, ugye, hogyha az történne, hogy mondjuk mi eladunk egy német állampapírt, amiben van mondjuk a magyar devizatartalék, és hirtelen oroszt vennénk belőle, ami egyébként nem is felel meg a szabály, mert nem elég biztonságos a mi tartalékkezelési eljárásaink szempontjából. Úgyhogy inkább az a sejtésünk ez ügyben, hogy nem arról van szó, hogy itt a devizatartalékot szeretnénk rubelre átkonvertálni, hanem valamilyen olyan üzleten dolgozik esetleg a magyar és az orosz kormányzat, aminek a végén Magyarország valamilyen rubel forráshoz jut. Akkor még mindig hitel. Hitel, így van. Tehát akkor mondjuk, hitelt kérünk az oroszoktól. Vagy valamilyen, igen, most ez lehet államadósság fedezetére szolgáló hitel, de nagyobb valószínűséggel van annak, hogy talán ez inkább olyasmi lehet, hogy mondjuk, nem tudom, csak találgatok. De lehet, hogy az ötödik mondani, kerület. Lehet, hogy az ötödik kerület akar rubelben hitelt felvenni, és mindenki rossz irányba. Lehet, de inkább például a Paksot szokták emlegetni, ugye, hogy orosz atom tudósok. Tehát nem annyira a város szíve programot, mint inkább Paksot. Igen. Egy kicsit nagyobb falatról van szó. Na hát, ha kiderül a jövőben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.